Ennek az osztályteremnek a kialakításából is látszik, nem hagyományos módon zajlik benne a munka. A 4.0 elnevezésű szakképzési rendszer egyik pozitív hozadéka, hogy ez a szakképzésre felkészítő oktatási forma elindulhatott. A Tolna megyei szakképzési centrum Dombóvári Eszterházy Miklós szakképzőiskolája az ország másik 6 iskolájával együtt első között vállalkozott ennek beindítására. Ez a program olyan 8. osztályt végzett, tehát sikeresen elvégezte az általános iskolát ezek a gyerekek, tanulók, viszont bizonytalanok, valamint kompetencia hiányosak, készséghiányosak, van, hogy tanulásukban akadályozottak is, és nagy segítség kell nekik ahhoz, hogy utána igazán célokat tűzzenek ki maguk elé, és pályát válasszanak. Az oktatás sem a megszokott órarendi formában zajlik, hanem modulrendszerben, és ezt követően a tanulók belekóstolhatnak több szakmába is, amiből tapasztalataik alapján választhatnak, és a képzést is saját iskolájukban elsajátíthatják. Ez teljesen más gondolkodásmódot igényel ez az egyéni tanulás út. Ez a gyerekeknek a mentorálása. A hétköznapokban tényleg azt mondhatom, néha egy kis családpótló is. Az első év eredménye alapján a 22 fős osztályból egy kivétellel minden tanuló megtalálta a számára elsajátítható szakmát. Kemény Kornélia véleménye szerint a pozitív tapasztalatok eredményeként minden szakképző intézményben az országban szükség volna egy ilyen osztály elindítására, még az optimális körülmények között felnövekvő, stabil családi háttérrel rendelkező gyerekek számára is nehézséget jelent a továbbtanulás és adott esetben a szakmaválasztás. És ez hatalmasan igaz ezeknek a gyerekeknek az esetében.